Köszöntöm a Gemini Televízió minden kedves nézőjét, önök a 18. évfolyam 24. heti adását látják. A műsor elején nézzük együtt az ajánlót. Természetesen most is a heti frisssel kezdünk. Utána a monori gyereknapról számolunk be. Majd egy reformációs vitát láthatnak. Ezt követően a Jobbik családi napján készült összefoglalónkat tekinthetik meg. Utána a monori futóversenyre emlékezünk vissza. Ezután az Orbán napi rendezvény összefoglalóját láthatják. Majd a zeneiskola jubileumi ünnepségén készült felvételét tekinthetik meg. Adásunk végén pedig a nyáregyházi hősök napi ünnepség részleteit adjuk közre. Jöjjön tehát a heti friss, hírek, információk, felhívások következnek. A műsorajánló támogatója Zlinszky Istvánné női fodrász és a Kisoptika, ahol minden szemre való. Sok szeretettel köszöntjük a június 17-i heti friss minden kedves nézőjét, Edittel már is mondjuk a legfrissebb híreket. Monorváros önkormányzata 2017-ben 10. alkalommal ír ki pályázatot a Monorváros Jó Tanulója, Jó Sportolója cím elnyerésére. A címre felterjesztett diákok korcsoportok szerint részesülnek elismerésben. Általános iskolai tanulók esetében 3 fő, középiskolai tanulók esetében 1 fő részére adható ki a díj. Felterjesztést tehet a pályázó szülője, gondviselője, testnevelője, edzője, illetve annak az oktatási intézménynek a vezetője, ahol a pályázó az adott tanévben tanulmányait folytatta. A felterjesztés határideje június 30-a 12 óra. A felterjesztést Monorváros önkormányzat képviselőtestületének Emberi Erőforrások Bizottságához kell postai úton eljuttatni, 2200 Monor Kossuth Lajos utca 78-80. További információt kaphatnak Burján Sándortól a 29-es körzet 612-305-ös telefonszámon. A pályázati felhívás és a pályázati adatlap a www.monor.hu oldalról tölthető le. Június 16-ától módosították a helyi buszjárat útvonalát, mivel a járat elindítása óta az önkormányzathoz nagyon sok lakossági észrevétel érkezett. Így a visszajelzések alapján és a gazdaságos üzemeltetést figyelembe véve alakították ki az új menetrendet a város vezetői. Bővebb tájékoztatást kaphatnak a www.monor.hu oldalon. A Pest megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság monori katasztrófavédelmi kirendeltsége felhívást adott ki a vízelvezető karbantartásáról, olvashatjuk Monorváros honlapján. A köztisztasági rendelet alapján az ingatlan oldalhatárai és a közúti gépjármű közlekedésre szolgáló szilárd burkolatú út közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztántartásáról, a nyílt árok és annak részeinek takarításáról, az ezeket érintő növények vágásáról, összegyűjtéséről és a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladék eltávolításáról az ingatlan tulajdonosának vagy használójának kell gondoskodnia. A Kövázi RT felhívja a lakosság figyelmét, hogy a vegyes csomagolású, azaz a sárga zsákos hulladék elszállítása legközelebb a következő időpontokban történik. Monor 1-es körzetében június 26-án, a 2-esben június 27-én, Monor 3-as körzetében június 28-án, a 4-esben június 29-én és Monor 5-ös körzetében június 30-án. Péteriben és Vasadon június 26-án, míg Monori Erdőn egy nappal később, június 27-én szállítja el a szolgáltató a sárga zsákos hulladékot. A zöld zsákos hulladékot június hónapban a következő időpontokban szállítja el a Kövár ZRT. Monor 1-es körzetében június 19-én, a 2-esben 20-án, a 3-asban 21-én, a 4-es körzetben június 22-én, míg Monor 5-ös körzetében, illetve Vasadon június 23-án. A monori rendőrkapitányság bűnügyi osztályán eljárás indult a lopás vétség elkövetésének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen. A rendelkezésre álló adatok szerint 2017. május 21-én az éjszakai órákban egy monori társasház udvarából eltulajdonította két egymáshoz lakattal rögzített kerékpárt. Az egyik egy egyedileg épített kétkerekű kerékpár. Váza lila fekete színű, a hátsó villája fekete.
A láncnál egy textil láncvédő van felszerelve, valamint a kormányon egy pillangófék található. A kerékpár váltója törött, hátsó kereke defektes, valamint abból három darab külő hiányzik, felniei feketék. A másik egy kék-fehér színű kerékpár, amelynek mindkét felnie fehér színű. Elől hátul sárvédővel felszerelt, a kerékpár első teleszkópja rozsdás, vázáról a festék lekopott. A hátsó villánál feltűnően olajos, valamint a lánca festéket leverte. A rendőrség kéri, hogy aki felismeri a fényképen látható, valamint a leírásban részletezett kerékpárok valamelyikét, vagy azokat részére eladásra kínálták fel, vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen munkaidőben személyesen a Monori rendőrkapitányságon, illetve névtelensége megőrzése mellett hívja a Pest megyei rendőrfőkapitányság tevékenység irányítási központját a 061-236-28-83-as telefonszámon, vagy az ingyenesen hívható 0680-555-111-es telefontanú zöld számon, vagy a 107-es, 112-es központi segélyhívó telefonszámok valamelyikét. 2017. június 24-én kerül megrendezésre a 7. fogadhajtó verseny a Monori Bakusz téren. Az egésznapos családi program reggel 9-kor kezdődik a hivatalos megnyitóval, azt követően akadályhajtásra, táncprodukciókra és csikós bemutatóra is sor kerül, emellett kirakodó vásár, lovaglási lehetőség várja önöket. Idén első alkalommal láthatják a környékbeli polgármesterek hajtását. Jöjjön el ön is június 24-én a Bakusz térre, hogy részese legyen egy jó hangulatú, szórakoztató családi napnak. A Monori Lovasbarátok Egyesületének tagjai szeretettel várják önöket. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, a Gemini Televízió adása folytatódik. Városunkban is megtartották a gyermeknapot, mely idén új helyszínre költözött, mégpedig az uszoda melletti parkba és az ott kialakított játszótérre. Ezúttal minden a buborékok körül forgott, de voltak különböző bemutatók, a gyerekek népi játékokat is kipróbálhattak. A rendezvény közben Hanzelik Andreát kérdeztük a programról. Andi, a Vigadonál egy teljesen új tendencia van, az eddig jól megszokott programok 2017-ben teljesen új helyszínen kerülnek megrendezésre. Mi ennek az oka? Úgy gondoljuk a kollégáimmal, hogy természetesen vannak olyan programok, amik megszokottak és minden évben megrendezünk, de mindig egy kicsit kell újítani, egy kicsit kell változtatni, pontosan azért, hogy a városban, illetve a hozzánk érkező kedves vendégek ne unjanak meg egy-egy programot, egy-egy helyszínt, hanem igyekszünk időpontba, helyszínbe, kicsit programokba változtatni, mindig újítani ezeken a rendezvényeken. Ez a helyszín, ez ugye nagyon-nagyon adja magát, hiszen itt a játszótér, itt a Kressz Park, az uszoda mellett pedig egy hatalmas füves terület. Ez egy jó helyszínnek tűnik. Maradunk-e itt? Igen, mi is nagyon szeretjük ezt a helyszínt, hiszen mióta a játszótér átadásra került, azóta már nem is tudom pontosan megmondani, hány rendezvényt szerveztünk itt, de mindig nagyon jó a hangulat, nagyon szép a környék, egyre nagyobbak a fák, egyre több az árnyas tér, tehát nagyon örülünk neki. Az, hogy maradunk-e itt a gyereknappal, szerintem azt majd este, vagy illetve a rendezvény lezárását követő értékelését nyilván polgármester úrral közösen fogunk dönteni róla. Ugye egy komoly változás van az előző évi gyereknapokhoz képest. Ugye eddig volt mindig egy regisztrációs díja gyereknapra, most megpróbáljuk ennélkül megoldani ezt a mai napot, reméljük, hogy sikere lesz. Milyen programokat kínáltok azoknak, akik ide kiérkeznek a mai délutánra? Én láttam, hogy nagyon színes. Igen, tehát többféle program az, amit kínálunk. Egyrészt ugye vannak a játékok, ebből is többfajta, az ugrálóvártól kezdve a népi gyerekjátékokig, amiket ki lehet próbálni. Ezen kívül különböző ügyességi tesztek, totók a rendőrségnek a közreműködésével, meg lehet nézni a rendőrautókat, mentőautókat, lehet pólót festeni, lehet a Faeszter Gályosnak a munkájával ismerkedni, illetve nem maradhat el nyilván az az igényes kirakodó vásár sem, ami most is itt van a gyereknapon, és mindezeket természetesen kísérik a színpadi produkciók.
A színpadi produkció jelen pillanatban egy néptánc csoport lép fel. Mivel várjátok még az érdeklődőket? Mi az, ami még ott történni fog? Igen, a gyereknapon főleg a művelődési házban működő csoportok azok, akik a műsornak a nagy részét, mármint időtartamban nagyobb részét adják. Most éppen napra forgócska néptánc együttes, aki táncol a színpadon. Előtte már volt egy egyéni táncos kislány, majd következnek az aerobik csoportjaink, és hát az estét pedig, hiszen buborék partinak hirdettük a mai napot, a buborék zenekarnak a koncertjével fogjuk zárni. Lesz buborék fújó verseny is? Azt hogy fogjátok értékelni, ha igen? Igen, hamarosan érkeznek a buborék fújók, több mint 100 buborék fújó lesz, amit szétoztunk a gyerekek között. Kolléganőim készülnek, egész héten tanulmányozták, hogy hogy lehet tökéletes buborék fújó anyagot készíteni, amivel a gyerekek nagyon szép és tartós buborékokat tudnak fújni. Ők fogják töltögetni a buborék fújókat, és hát indulni fog a buborék parti is a néptáncosok után. Mi a helyzet a közönséggel? Ugye akkor, amikor a fesztivál csarnokban voltunk, az kristálytisztán látszódott, hogy a felnőttek kísérték a gyerekeket egyik állomáshelyről a másik állomáshelyre. Itt azért egy picikét szabadabban mozognak. Igen, természetesen ezt a napot is ugye családi programnak hirdettük, hiszen azért a kisgyerekeket természetesen nem engedik el a szülők egyedül, de igen, a nagyobbacska gyerekek, ők ide már egyedül is eljöhetnek, hiszen teljesen biztonságos itt ez a terület, ugye az uszoda parkolója is lezárásra került a forgalom elől, úgyhogy a gyerekek bátran, nyugodtan szórakozhatnak, semmi bajuk nem történhet ezen a területen. Híresek vagytok arról, hogy nagyobb rendezvények után, illetve közben készítetek ilyen kis kérdőívet, egyfajta felmérést, hogy mi az, amire a közönségnek igénye lenne. Így van ez esetleg a mostani napon, vagy ez majd inkább a Borvidékek hétvégére lesz igaz? A mai napra konkrét kérdőívvel nem készültünk, de hát nyilván, hogy bármikor az információs pultnál levő kolléganőimhez is lehet fordulni kérésekkel, javaslatokkal, és ugye pontosan ez a 300 forintos regisztrációs díj, és a piaszcsarnokból való kiköltözés is tulajdonképpen egy ilyen külső ráhatás, tehát igazából nagyon sok olyan visszajelzést kaptunk, hogy miért van ez a 300 forintos díj. Volt, aki tudta, volt, aki nem tudta, most megpróbáljuk anélkül, de természetesen akinek véleménye, ötlete, javaslata van a programunkkal kapcsolatban, azt nagyon szívesen várják a kolléganőim itt az információs pultnál. Ha van valami észrevételem, azt meg tudjátok-e fogadni? Van erre egyáltalán lehetőségetek? Persze, természetesen fogadjuk szívesen az észrevételeket, tehát mondom, akár itt a helyszínen is. Ugye mindig azt mondjuk, hogy a legjobb az, hogyha itt rögtön a helyszínen mondják el az érdeklődők a kívánságaikat, tapasztalataikat, ötleteiket, vagy hogyha esetleg most nem szeretnék személyesen, akkor az irodai munkaidőben a Vigadóba is várunk bárkit, vagy e-mail címünkön a vigadokukac@vigadokft.hu-ra is várjuk az észrevételeket. Andi, áruld el nekem, hogy a gyerekeknek te szerinted mi az, amivel nagyon-nagyon le lehet kötni a figyelmét, amit nagyon-nagyon várnak minden egyes gyereknapon? Hát ezt így konkrétan nem tudom megfogalmazni. Igazából úgy gondolom, hogy az egész délután a rendelkezésükre áll, hiszen 2-től 7-ig tart a rendezvény. Ez alatt, az időszak alatt, ami a színpadi programok közül érdekli, azra is van idő megnézni, ugrálóvárazni, játszani, kézműves foglalkozásokon részt venni. Tehát igazából mindenkinek a saját maga ízlése és kedve szerint van itt lehetőség, hogy az egész délután tartalmasan eltöltse. Felteszem a riportalanyok kedvenc kérdését. Jövőre veletek ugyanitt? Vagy máshol? Mi szeretjük ezt a helyszínt, mi szeretnénk, hogyha ugyanitt tudnánk találkozni, de hát majd a rendezvény értékelését követően esetleg beszélünk róla. A következő összefoglalóhoz pusztán annyit tennék hozzá, hogy a most szereplő fiatalok a Monori József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium diákjai, akik a reformáció évében egy versenyen kiemelkedő eredményt értek el. Szolnoki Lilitől mindent megtudnak, hiszen ezúttal ő konferálja fel ezt a programot. Tisztelt megjelentek, hallgatóság, kedves vendégeink! Sok szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önöket mai programunkon, melynek keretében egy reformáció korabeli hitvita szimulációt hallgathatnak és tekinthetnek meg. Az 500 évvel ezelőtt kezdődő vallási folyamat, mely örökre megváltoztatta a nyugati kereszténység életét, máig sokakat foglalkoztat, hiszen rengeteg érdekességet és információt rejt a ma embere számára is.
ezen érdekességek egyike volt a beszédes nevű hitvita. A hitvita általánosságban egy írásos vagy élőszavas harcot, vitát jelent valamely vallással, vallási nézettel vagy hittétellel kapcsolatban, melynek célja, hogy a vitázó két vagy akár több fél ütköztethesse nézőpontját egy bizonyos kérdéskörben. A reformáció idején rohamosan felendülő kulturális fejlődés az írásbeliség mellett az ékeszólás és logikai, vallási alapú értelmezések egyik virágkora értelemszerűen kiváló történelmi alkalmat képzett a kor teológusai, történetírói vagy egyszerű lelkészei számára, hogy általában a katolikus és a protestáns vallás konfliktusainak hangot adjanak. Ezen viták általában heves és szenvedélyes, már-már fanatikus szócsatákkal alakultak, és a felek egymással szemben éles kritikákat fogalmaztak meg. Ugyanakkor általában kompromisszumra alig ha jutott a két fél, hiszen saját hitételeik módosítására egyikük sem hajlott. A viták tartalmi és formai minősége természetesen merőben függött a vitázók műveltségétől, felkészültségétől és szónoki készségeitől. Minden bizonnyal a kor egyik legismertebb vitázója Pázmány Péter volt, aki a rekatolizáció egyében, de a protestáns tanokat is alaposan ismerve a konzervatív katolikus nézeteket képviselte. Talán a közönség számára a kevésbé ismerősen csengő nevek, Alvinczi Péter és Magyar István, jól lehet, ők is a hitvitázó értekező irodalom kiemelkedő alakjai voltak a protestáns oldalról. Míg Alvinczi a kálvinista tanok mellett állt ki, Magyari a luteránus értekezésekkel értett egyet. Mindháromuk neves, külföldi egyetemeken képeztette magát tanult teológussá. A wittenbergi, római, bécsi, berni egyetemek nagyon meghatározó szerepet játszottak a kor értelmiségeinek formálásában, így nem meglepő, hogy a magyar lelkészek és papok is előszeretettel indultak vándorútra, hogy minél több európai egyetemet meglátogathassanak. Hazatérvén pedig a lakosság és egymás számára is közölték a hallottakat és megtanultakat, fenntartva ezáltal egy igazán pezsgő, aktív kulturális életet. Kihagyhatatlan szerves részét képzi mindennek a hitvitázó irodalom, melynek egy leképzését tekinthetik meg a következőkben. A vita központi tárgya az úrvacsora megítélése. Pázmány Péter szerepében Szász Bernadett, Alvinczi Péter szerepében Molnár Tamás, Magyar István szerepében Ignác Mátyét üdvözölhetik, akik az idei Kultúra Nostra történelmi vetélkedőnek Kárpát-medencei döntőjében az előkelő második helyezést érték el. Fogadják sok szeretettel. Áldás békesség! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Erős vár a mi Istenünk! Itt valánk Monorközségben, az Úr megtestesülésének 1603. esztendőjében. Tekintetes Pázmány Uram! Krisztus mondá az utolsó vacsorán, az kenyeret kezébe vévén, hálát adván és megtörvén. Vegyétek és egyétek, ez az én testem értetek, ezt tegyétek az én emlékezetemre. Valamint mondá az vacsora után, az kelyhet kezébe fogván. Ez a kehely az új szövetség az én véremben. Ezt tegyétek valahányszor isztok belőle az én emlékezetemre. És eme szókat pedig mondá mindannyioknak, nem tévén különbséget köztük, akkor ti, pápisták, milyen jogon tésztök különbséget Krisztus szent vére és szent teste között, és milyen jogon sajátítjátok ki az papok Krisztus szent vérét? Az mézes nyelvű, cifrabeszédű dignitásituk, noha ti hivatkozátok Krisztusnak szent igéjére, abban való ismeretötök nem lészön elégségös. Felháborító. Amaz parancsolat, igyatok ebből mindjájan, nem vonatkozza mindenkire egységesen. Acipite et dividite inter vos. Vegyétek és osszátok el ti közöttetek. Ama vos jelentépenig az jelenvalókat. És mondá Krisztus, ex hoc, vonatkozza penig az ama bizonyos pohádra. Szent Pál az Korintus bélieknek írott levelében kifejté az úrvacsorát, amit kegyelmet citála, ám nem írá le szánt szándékkal. Szemfényvesztés. Igyatok ebből mindjájan, mert nem vonatkozza az egyszerű hívőkre. Valamint nem mondá, hoc facite, est cselekedjétek, hanem hoc facite, quotiscem quae bibis imam commemorationem. Ezt mivelétek, ha valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre, mely mondással nem parancsolá az vételt, csak módját adá
mint velük, és pedig emeszókkal, hoc facite, a tridentómi konkílium szerint pappá szentelvén őket, a cselekvésre ad a hatalmat nékik, és eme hatalom vonatkozik minden papra, az Krisztus egyházában. Híveknek nem lévén parancsba adva, és Szent Pál Szent Jánossal mondá, vétek ott nincsen, ahol törvényszegés nincsen. Ám az papi hatalom vonatkozva minden hívőre. Így hívnák mi a szót, omnesz, azaz mindnyájan. Kitartanánk tehát ezen két szín alatti úrvacsora vétele mellett. Mivel kifejtém, kire vonatkoz a mindez, az hamis hitetökben járva, folytassátok hát ezt, mivel igazságot szóval nem lehet megnőrni, csak az hittel. Pilises papoknak és luteristáknak csillagzatjai, igaz lészen ugyan, az úrvacsora közvetíte isteni kegyelmet és formába az közösséget Krisztussal. Ám az Biblia nem szóla az kenyér és az bor lényegéről, még kevésbé azok átváltozásáról, átlényegüléséről. Tehát lészön az szubstancia, az transzubstancia, és az konstanáció idegön a Szentírástól. Ugyan lészen Krisztus az mennyei kenyér, az életnek kenyere, de nem vehetnék ezek szavakat betű szerint, mint Nikodémus vevő betű szerint a születést. A lélek az, ami megelevenít. A test nem használ semmit. A beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet. Tehát humanitástuk imádnának közönséges kenyeret és bort, és helyezne Isten fölé egyszerű emléktárgyakat. Az kenyérrel és az borral valóban nem történne az átlényegülés, tehát az kenyér és az bor nem alakul át, ám együtt lényegül az Krisztussal. Ám az úrvacsorának önmagában hit nélkül nem lesz önhatása. Azonban az vétel pillanatában valóban egyesülhetünk az mennyből alászállott élő kenyérrel, lészön találkozásunk valóban Krisztussal, mert ő teste lészön valóságos étel, ővére lészön valóságos ital. Ám nem szükséges állandóan tisztelni és szentségtartóba helyezni az kenyeret és az bort, mert lészen lényege együtt Krisztussal csak az átvétel pillanatában. Hogyan hiheted, hogy Krisztus válogata az kegyelem adásával hívő és hitetlen közt? Ő jelenlétét nem mi határozánk meg, és lészön amaz jelenlét folyamatos. Hiszen mondá Krisztus, én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Különben lészön az, mivel egyesülünk, pusztán kenyér és bor. Hangos szavú réti fülemüléim, meritek éj hinni, mi nagy ajándékot kapán Krisztustól, önnön magát. Bizonyítá ezt számos csodával, mint Lanciánóban, ahol az kétkedő láta az kenyér helyében valóságos húst, és az bor helyében valóságos vért. Tiszteljük tehát buzgón mindenkoron az legméltóságosabb oltári szentségben jelenlévő Krisztust. Mivel hitünket fel nem adánk, ebben pedig megegyezni nem tudánk, higgyük az mi hitünknek tanításait. Higgyük azt, amit lelki ismeretünk sugall. És legyünk meg egymással a másik hitének minden hiányossági ellenére. Erős vár a mi Istenünk. Áldás, békesség. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Köszönjük szépen az előadást. A Monori József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium tanulói remélik, hogy jól érezték magukat rendezvényünkön. Külön köszönetet szeretnék mondani a Monori Evangélikus Hitközösségnek, hogy lehetővé tették a vita hiteles környezetben történő előadását. Viszontlátásra minden jót kívánunk! Hagyománnyá vált már, hogy a Jobbik Magyarországért mozgalom Monori alapszervezete Péteriben a tó mellett rendezi meg családi napját, ahová kortól és párthovatartozástól függetlenül várták az érdeklődőket. Ezúttal Lendvai Endre elnököt kérdeztük a szervezési munkálatokról és a jövőbeni tervekről. Elnök úr, lassan jubilál a Jobbik Magyarországért mozgalom Monori alapszervezetének a családi napja. Annak idején, majdnem 10 évvel ezelőtt miért került megrendezésre ez a rendezvény?
Hát elsősorban azért, hogy népszerűsítsük, akkor még szárnyit bontogat a Jobbik Magyarországért mozgalmat, és természetesen a tagságunknak ez egy jutalom, hogy itt kikapcsolódhatnak családokkal, gyermekekkel, rokonokkal. Kicsit szórakozunk, lazulgatunk a mindennapi élettől és a politizálástól egy picit elrugaszkodva. Itt egy ilyen oldottabb hangulatban elbeszélgetünk, horgászgatunk, főzőcskézünk, este koncertezünk, kivérezzük magunkat, erről szól ez az egész családi nap. Mekkora fejlődésen ment keresztül ez a rendezvény? Hány fővel indulhatott annak idején, mert azért most vannak jó páran ideként? Hát szerencsére egyre többen csatlakoznak hozzánk. Úgy sikerült úgy az átlag embereket is magunkhoz édesgetni. Eleinte ugye óckodtak, hogy a csúnya fekete ruhás emberek, itt biztos érző, hát itt egy hangos szó nem szokott elhangzani, hogy minden nyugodtan gyerekekkel is lehet, úgyhogy hála Istennek egyre többen jönnek a rendezvényünkre, kisgyerekekkel, egyre színesebb programokkal, eszkábáltunk barátaimmal egy körhintát gyerekeknek, Sándor Pali bácsi a játékaival szórakoztatja kicsiket, nagyokat, van lehetőség, mint említettem, a horgászásra, ugrálóvárraink vannak, úgyhogy elég, főleg a gyerekekkel készítünk, a felnőttek úgyis föltalálják magukat. Hát a felnőttek biztos vagyok benne, hogy föltalálják magukat. Ha jól hallottam, akkor jóval nagyobb létszámban jelentkeztek most csapatok, akik főzni kívántak itt. Mi minden készül a bográcsokban? Hát nagyon sok finomságot láttam. Láttam itt körömpörkölt, csülökpörkölt, nagyon finom gulyásleves, egy mexikói csirkés, valami kis ragus étel, hát majd a zsűri eldönti, hogy melyik a legfinomabb, biztos, hogy mindegyik nagyon finom lesz, ugye nem sokára kezdődik, egy óra múlva körülbelül ebéd lesz, meglátjuk, hogy melyik lesz a legfinomabb, ugye versenyszerűen közel 10 csapat nevezett, én is kíváncsian várom, mivel hogy érdekelt vagyok, mi is egy gulyáslevessel indultunk a főzőversenyen, remélem, hogy ízleni fog a zsűrinek. Ilyenkor egy elnöknek feladata az, hogy végigjárja ezeket a csapatokat, és megnézze, megkóstolja, esetleg megtudakoljon valami titkot tőlük? Természetesen muszáj velük tartani a kapcsolatot, ezért nem is nagyon vettem ki magam a főzésbe, egy picit kivettem, hogy tudja kapcsolatot építeni, ugye budapesti szervezetek, pilisiek, stb. Elég sok vendég érkezett. Hát igen, hát végigjártam már minden főzőhelyszínt, természetesen mindenhol megkínáltak valamivel. Most még így még próbálom úgy visszafogni magamat, mert hogyha mindenhol megkóstoltam valamivel kínálnak, akkor igen, furán állnék itt a mikrofon előtt. De megkóstoltam az ételeket is, pici pálinkával lecsapattam, úgyhogy nagyon finom volt mindenhol. Mit készítesz? Azt hiszem, ez marha pörkölt. Akkor azt jelenti, hogy nem a főszakáccsal van most a dolgom? Mellékszakáccsal. Mellékszakáccsal. Én nekem az is teljesen tökéletes. Mondd el kérlek, hogy mi került a fazékba. Húha, azt hiszem, hogy más 2 kiló hagyma, 2 kiló hagyma, 8 kiló hús, mellé csinálom még ilyen 6 kiló krumplit köretnek, és só, paprika, egy hegyeserő zöld paprika. Mi kellhet még? Ez igazán remekül hangzik. Mondd el nekem azt, hogy kik azok, akik így segítkeztek és dolgoztak így a kezeitek alá. Hát úgy van, hogy a Pest Erzsébet Jobbik alapszervezetének a alelnöke Mihók László úr, ő most itt a főszakács. Én is alelnök vagyok, de most itt ő a rangidős is, meg a mesterséf is. Úgyhogy akkor ő az, akinek a keze alá dolgoztunk tulajdonképpen. Hogy tetszik nektek a rendezvény? Abszolút pozitív. Abszolút baráti, családi, sok ismerős, igen. Hát igen, az az igazság, hogy nekem ez az első alkalom, de ők tapasztaltabb rókák, ami azt illeti. Tehát igen, igen. Jó napot kívánok! Látom, hogy nagyon kevergeti ezt a nagyon jó illatú ételt. Mi ez? Ez marhalábszár. Marhalábszár és tarhonyával. Mióta rotyog ez itt a fazékba? Ez olyan 9:30 körül raktuk oda is azóta, de már most úgy néz ki, hogy igen, csak észre vesz. Hány főre készült? Hát igazságból 14 vendégünk van, meg a zsűri részére, meg aki nagyon szívesen látjuk. Mit készítesz? Körömpörköt. Milyen fűszerek kerültek a fazékba? Só, bors, piros paprika. Van esetleg valami különlegesség, amivel megspékeltétek a dolgot? Hány főre főztetek? 50. Egészen a koncertekig fogtok maradni? Igen. Reggelig. Mit készítesz éppen, mesélj róla? Mit főztünk? Mexikói tejszínes csirke, igen.
Először vagytok itt ezen a rendezvény? Nem. Másodjára. Korábban mit készítettetek? A fiúk főztek, mi palacsintát sütöttünk tavaly. És miért pont emellett az étel mellett döntöttetek? Mert mi csajok vagyunk, és mindig mindenki olyan zsíros kaját főz, és... Milyen fűszereket használtál hozzá? Igazán ehhez nem kell sok fűszer, tehát majoranna, fekete bors, ugye a só, ennyi, ami fűszer. Mikor lesz kész? Már látom, azért már... Kész van. Hányan lesz? Hányan fogtok ebből enni? Sokan. És az per kb? Egy 15-en biztos. Te elkapnom a főszakácsot? Nem. De segítkeztél azért az ételnek az elkészítésében? Nem. Semmit? Később jöttem, mint ahogy elkészült volna az étel. Akkor legalább csak annyit mondjál nekem, hogy mi ez? Gulyásleves, és nagyon finom. Tudod, hogy mi van benne? Igen, van benne répa, csipetke, és marhahús, azt hiszem. Ha te készítenéd, akkor milyen fűszereket használnál hozzá? Köménymagot, és borsot. Hogy érzed magad most itt ezen a rendezvényen? Nagyon jól érzem magam. Várod az esti koncerteket? Igen. Melyiket várod a legjobban? Az összeset. Szia, hát látom, itt egy teljesen másfajta étel készül, mint a többieknél. Ez a gyerekeknek készül. Miért pont palacsintát választottatok? Hát mert az mindenkinek jó. A Gemini televízióval mindig ez történik, a palacsinta sütést minden egyes alkalommal meg szoktuk zavarni. Így van. És ez már kuka. Van négyféle monori almalekvár, és van kakaós és fahéjas. A pincetet kiemelném, mert az favorit, az mindig elfogyik. Tehát ez egy annyira finom lekvár, helyi monori lekvár, amit ott gyártanak, alma a lekvárral keverve, szegfűszeg, mindenféle levendula, ez egy nagyon-nagyon-nagyon finom termék, kézműves termék, és ezt a gyerekek imádják. Melyik kézből fogyott több? Hát a lekvárosból mindig. És neked melyik a személyes kedvenced? Hát nekem a levendulás fahéjas. Jövőre is el fogtok idejönni? Így van, így bizony. Itt fogunk sütni palacsintasütővel, hajrá, hajrá! Melyik volt az, amelyik nagyon különleges volt és a legjobban ízlett elnök úrnak? Hát talán ez a mexikai csirkés ragus, ez olyan különleges. A többi, ez nagyon finom házias hízekkel pörköltek, ugye én látszik rajta, hogy nem egy vegetáriánus fajta, vagyok inkább ezeket díjazom. Finom magyaros hízek vannak, úgyhogy mindegyik ízlet, hát külön-külön a maga módján, mint szerintem a felső kategóriához tartozik. És milyen a saját csapatnak az étele? Hát az felséges. Talán az Istenek ettek ilyet, az Olimpos, arra hasonlít, hát az Ambróziára, úgyhogy majd természetesen a stábot a vágóképek és az interjúk után szívesen várjuk, és akkor személyesen alkossanak róla véleményt. De nagyon finom lett, az biztos. Köszönjük szépen a meghívást. Milyen egyéb programokkal kell készülni egy ilyen családi napra? Ugye a körhintáról már beszéltünk, az ugráróvár is megvan, tehát a gyerekek azok le tudják foglalni magukat, de azért kell még valamit adni ezeknek a kis apróságoknak. Hát természetesen ez nem egy napos szervezés, ezt már télóta elkezdtük szervezni, ugye magát a területet és árusokat vannak, este lesznek zenekarok, egészséges fejlőr és a Helldiver nevű amatőr zenekar, már évek óta vendégeink. Úgy érzem, hogy nagyon jó zenét játszanak, régi rockzenéket, főleg ez a mi úgymond nemzeti oldalnak ez a fő hajtóereje, és az egészséges fejbőrő, meg ugye nem kell bemutatnom, hogy egy nagyon régi zenekar. Vannak még, hát a felnőtteknek gyönyörű kirakodó vásárok vannak, nagyon megszépült a büfé, mindenféle finomságokkal várja a vendégeket, úgyhogy aki esetleg még nem volt a jobbik majálisán, az bánhatja. Mindenképpen ajánlom, hogyha a következőben lesz, akkor látogassanak ki. Még engem érdekelne, hogy félfüllel hallottam, hogy valami kisállat bemutató is lesz. Arról mit kell tudnunk? Igen, lesz egy ilyen kisállatos állatkert, éppen most mondta be a hangos bemondó, hogy nem sokára kezdődik. Hát ilyen kisebb hüllők, kígyók, gyíkok, ilyen szalamandrák, meg lehet simogatni, fogdosni őket egy ilyen kis utazós, egy ilyen családi vállalkozás. Most az idén először hívtuk őket vendégségén, is kíváncsian várom a bemutatót. Gyerekeknek biztos, hogy tetszeni fog, úgyhogy ezzel is próbáljuk teljesíteni a programnak, vagy színesíteni, hogy egy kis újdonság legyen minden évben.
Biztos vagyok abban, hogy akkor, amikor egy ilyen rendezvény véget ér, akkor összeül a stáb, a szervezők, és levonják az évi programnak a konzekvenciáit. Tudjuk, hogy itt ezen a területen tulajdonosváltás történt. Vannak-e már gondolatok a jövőt illetően? Magyarán, hogy ennek a programnak hova kell majd esetlegesen elmennie addig, amíg itt az átépítés megtörténik? Igen, már ezt az egyeztetéseknél az új tulajdonos nagyon pozitívan állt hozzá természetesen. Köszönjük neki is a lehetőséget így a tévén keresztül, hogy engedte nekünk, hogy ismét idejöjjünk, ugyanazokkal a feltételekkel, mint tavaly. Ugyan említette, hogy jövőre valószínűleg nem fogjuk tudni itt megrendezni, mert teljes átalakítást tervez itt a Péterító területén. Szeretne földet föltölteni. Szívesen lát minket, mondta, de olyan átalakítások lehetnek, hogy egyelőre alkalmatlan lesz a terület az ilyen jellegű rendezvényre, de utána meg szépen gyönyörűen parkosítva, úgyhogy utána visszavárnak. Hát talán jövőre azt beszéltük a szervezőkkel, hogy lehet, hogy Monorvárosba fogjuk bevinni a szervezést, vagy esetleg Monori erdőn a kempingbe, hogyha majd meglátjuk, hogy melyik helyszínre esik a választás. Hát abban fogunk tudni majd segíteni, hogy a rendezvényt azt el tudjuk majd mondani, hogy hol lesz, hol kerül megtartásra. Azt azért még egy utolsó mondat gyanánt. Mit üzen azoknak az embereknek, akik szívesen ellátogatnának egy ilyen családi napra, de mondjuk most fogják meghallani a televízióban, bár azt nagyon kétlem, mert azért többször voltunk itt kint, hogy van egy ilyen jó hangulatú rendezvény, és ide el lehet jönni, és itt lehet tölteni egy kellemes délutánt. Hát ezt mindig is hangoztattuk, hogy természetesen nem csak jobbikos színpadozásokat, nyílt a rendezvényünk, már ki bejöhet, megismerkedhet velünk, észreveti, hogy mi is egy ugyanolyan átlag emberek vagyunk, mint a többik, nem harapunk senkit, gyerekekkel, öregekkel, bárkit szívesen látunk, és azt mondom nekik, hogy ha jövőre lesz, keressenek meg, és akkor győződjenek meg személyesen, hogy nem harap a bácsi. Városunkban több éve megrendezésre kerül a Monorváros legsportosabb iskolája cím elnyeréséért folyó sportrendezvény sorozat, melynek utolsó állomása a futóverseny. A Tavasparkban megrendezett versenyen valamennyi monori általános és középiskola részt vett. Két éven keresztül itt volt a Tavaspark környékén már a futóverseny, amikor is a legsportosabb iskolát kereste Monor városa. Milyen tapasztalatokkal bírtok, Éva? A tapasztalatok nagyon jók. A verseny rendesen, menetrendszerűen mindig lezajlik, soha nincs csúszás, és emiatt is továbbra is itt fogjuk ezeket a versenyeket megrendezni. Egyrészt sok a hűvös terület, a gyerekek nem lesznek rosszul, most az idő is kedvez nekünk, nincs az a kánikula, mint tavaly volt, nincs szél se, ami tavaly volt, és duplán a nyárfának a pollenjét sajnos nagyon sok gyerek befulladt, de az idén ezt megúsztuk. Gyerekekről van itt szó, milyen korosztályokat indítotok? Mert ugye az összes általános iskola itt van ilyenkor.
és a középiskola. Tehát az első osztályosoktól a 12. korosztályig, 12. osztályig minden korcsoportban fiú-lány, és minimum 10 fiú és 8 lánynak kellett indulni iskolánként, de sokkal többen indultak, hál' Istennek, az idén. Mennyi volt mondjuk tavaly előtt a létszám, akiket ide ki lehetett toborozni gyerekeket, és mennyi lett idén? 4-450, és most 600. 600. 650. Megmerem ezt is kockáztatni, mert iskolánként minimum 120 gyereket hoztak ki. Mi lehet a titka, hogy durván 200-as emelkedés történt idénre? Szerintem a Katus Attila féle futóverseny is, meg a kerékpárverseny, amelyik most volt a múlt héten, sokkal lelkesebbek a gyerekek, és szerintem ez is nagyon jobban vonzotta az ide jövőket. Éva, te a Jászai suliban a testnevelés órákért vagy felelős elsősorban. Hogy kell egy ilyen futóversenyre felkészülni? Hát nagyon sok futással testnevelés órákon, és hogy mindennapos testnevelés van, hát minden nap futottuk a 2000 métert. Az első osztálytól a 8-ig, és az több iskola is, ahogy a testnevelőkkel beszéltem. Megmondom, ezek a versenyek, a tavaszi versenyek, a foci, az atlétika, a kerékpárverseny, ami iskolák között volt, ez is közrejátszott. Lányok vagy a fiúk az aktívabbak? Hát... Jó kérdés. Korosztályoktól is függ ez. A kicsik, ott a fiúk, lányok nagyon aktívak. Hát a 7.-8. már ott a... Akkor azt mondom, ott a fiúk. Kicsit. De nem akarok a lányok ellen beszélni. Azt áruld el még nekem, hogy mekkora köröket futottak a gyerekek, mert azt hallottam, hogy kisebb kör, nagyobb kör, közepes kör... Milyen szisztéma szerint osztottátok fel? A 6-os korcsoport 2000 méter, az 5-ös korcsoport 1008, és 200 méterenként, korcsoportonként ment lejjebb. Tehát a legkisebbek 600 métert az első másodikosoknál, ott a legkisebb az 600 méter volt, az atlétika pályán másfél kör, de most lesz az ő futamuk. Áruld még el nekem, hogy kik voltak a segítőitek, mert hát ezt azért egyedül csak a Jászai nem bírja nyilvánvalóan megrendezni, és irányítani, koordinálni a gyerekeket. Kik segítettek még nektek? A saját kollégáim. De ezt a Jászai szervezte, igen. Mit csinált a többi pedagógus? Mert azért itt vannak a kosútosok, adisok, mindenki. Nem, itt a versenyekben vannak osztva pedagógusonként. Szétosztottuk még 3 évvel ezelőtt, igen, mert 3. éve vagyunk itt. A tekerőt a nemzetőr, a focit az Adi, a tavaszi
váltófutóversenyt a JAG, és a... mit hagytam ki? Váltófutó... A streetbolt pedig az a Kossuth. Tehát akkor így van felosztva, és akkor mindenki figyeli a saját gyerekét a adott versenyen. Ja. Mennyire vagy elégedett a jászais diákokkal? Mert azért jó néhány korcsoportban ők már végeztek. Igen, hát lehetnék elégedettebb is sajnos. Most egy kicsit nem annyira jól szerepeltünk. Én többet vártam tőlük, hát de ez van. Jövőre mit gondolsz? A terület az adott, az itt marad, az nem fog elmenni sehová. Reméljük, hogy ugyanilyen jó idő lesz, találkozunk-e ugyanígy? Igen, természetesen. Amíg azt nem mondják, hogy befejeződik ez az iskolák közötti verseny, addig mi május utolsó hetében itt megrendezzük a futóversenyt. UPC Connect Box-szal alap, hogy egyszerre sokan használhatjuk a Wi-Fi-t. Válaszd az akciós UPC Trio elcsomagot most 500 megás nettel. Negyed évszázada rendezi meg a Monori Gazdakör az Orbán napi rendezvényét, melyhez második alkalommal csatlakozott a Monori Borút Egyesület és a Monor környéki Strázsa Borrend. Az újra gondolt programon főzőversenyt is hirdettek a szervezők. Természetesen megtudakoltuk, vajon mivel készültek a csapatok, milyen étellel szerették volna elnyerni a dobogós helyeket. Barátaim. Nem is gondolnánk, mennyire meghatározza szűkebb, tágabb szülőföldünk világa a szép érzékünk kialakulását. Az, hogy mit tartunk magunkhoz közel állónak, még a feszített ütemben uralmat vevő globalizációs kultúra sem tudja felülírni.
Hál' is távolodunk a gyökerektől, azonban a természetes anyagokból épült pincék láttán sokan nagyobb örömet, közösséget érzünk. A tradicionális értékeket, szép hagyományokat ezért jó szó szerint őrizni. Így meg tudjuk tartani csak ránk jellemző szép örökségünket. A magyar kultúra mindig is beolvasztott magába más hatásokat, de mindannyiszor megmaradt a gyökér, az eredeti vonulat. Így ezek az ízek, legyen az német, itáliai vagy francia, valamennyi gazdagított bennünket. Miként a fűszerek. Persze nem lehet becsülni a divat, a korszellem erejét, amelyek egész más sablon szerint nevelnek. Igazán számunkra az a nagy öröm, hogy mindezek mellett 25 évvel ezelőtt képesek voltunk hagyományt teremteni, azóta őrizni, beemelni élhető módon a Strázsahegy életébe is. Nem csupán a jubileumi év miatt öröm számunkra, hogy a Monorváros életében olyan hagyományos gyökeresedett meg, mint a Szent Orbán napi vigadalom. 25 év óta itt a hegyen találkozik Orbán nap körül a monoriak borkedvelő csapata. Ekkor készült el Veres László kezdeményezésére a Szent Orbán szobor, melyet a monori felekezetek akkori vezetői felszenteltek. A Strázsahegy azóta nagy változáson ment át. Épp én ide letelepedek melléd, és áruld el nekem, hogy szervusz drágaság, ne nézzél ilyen csúnyán rám. Tessék szíves lenni mosolyogni, úgy, egy mosolyt, oda nézzél a Tamás bácsira, és mosolyogjunk egy nagyon. Jó, ez jobban érdekel téged. Akkor apát megkérdezem, hogy mivel érkeztetek ki erre a újdonsült programra, ami most már 25 éves múltra tekint vissza. Igen, kicsit újraértelmezve lett ez a program, de itt a Borst Monor környéki Strázsa borrendhez csatlakozván egy kis bort hoztam ki magammal. Hát legfőképp azért jöttünk, hogy jól érezzük magunkat. Itt látszik is, piknikezünk egy kicsikét, de hát, hogy valahol elfogy a bor, akkor itt lehet vásárolni egy kis bort. Hát Lukácsi borokat hoztam erre az eseményre ki magammal. Melyik fajtákat? Mindegyiket. Nem mondod az összes, amivel foglalkoztok, minden itt van? Itt igen. Négy fajta bor itt van. Vörös, rozé, fehér, fehérből kettő is. Így van. Melyiket ajánlanád leginkább? Melyik most a menő a 2017-es évben? Hát én azt mondanám, hogy a pincének a legjobb bora most a 2016-os Rajnai Riesling. Megye harmadik helyét hozta el a fehér borok között, egy gyönyörű elismerést kapott. Hát szerintem is nagyon finom a bor. Azt ajánlom mindenkinek. Hát lehet, hogy azt majd megkóstoljuk. Ki főz nálatok egyébként? Ki a főszakács, azt tudod? Főszakács? Kancellárunk, Mészáros János, meg Sabata Tamás, ők. Ők most nincsenek itt, persze, természetesen. Na nem baj, azért megkérdezzük majd a többieket. Tamás, gyere velem, hát ha tud más is. Köszi szépen, hát ha más is tud itt válaszolni. Jó napot kívánok a Bográcsban, mi minden van? Egy csülkös pörkölt. Az igen. Nem tetszene kóstolni? Hát most nem kóstolnánk meg, inkább próbáljunk meg belekavarni, hogy hogy néz ki, inkább azt mutassuk meg. És akkor csak színcsülökből készült, vagy van benne más féle fajta hús is? Ha is van benne. Van csülök és lapocka. Az igen. Hát ez nagyon, nagyon gazdagon néz ki, és nagyon jónak néz ki, nem túl zsíros, nagyon sok húsi van benne. Mivel kínálják? Milyen köret van hozzá? Sima csak. Semmi krumpli, meg ilyenek, kenyérrel lehet tunkolni a nagyon finom szaftot. Hát aki állandó kávéért megy, habos kávéért. Na, azt már megtudtuk, hogy mi van a bográcsotokban, viszont engem érdekelne az is, hogy milyen szisztémával készítettétek el, hogy kell egy jó csülökpörköltet megcsinálni. Hagyományos. Paprika, hagyma, az rendes pörkölt. Alapot csináltunk neki. És hogy magyarosan van készítve. Csülök van benne, köröm van benne, amit láttátok. Egy kis bőr van benne még, meg egy kis lapocka. Ez mekkora adag egyébként? Hány embert vártok ide ki a rendezvényre, aki ezt megkóstolhatja? Ez 12 kiló, 14 kiló húsból van az egész összesen. Az igen, az egy jó adag. Egy 20 főt várunk. Aha, értem. Indultok a versenyen nyilvánvalóan. Milyen helyezésre számítotok? Mindegy nekünk. A részvéde fontos.
Aha. És meg a Barút egyesre, vagy a Borrend nevében indulunk. Egy óhegyi húsgombócok ilyen csilis paradicsom mártásba. Na, ilyennel még nem találkoztam, úgyhogy receptet kérnék. Receptet? Hát a húsgolyókat sertés húsból készült, mazsalikommal, oregánóval, parmezán sajttal, kis fűszerekkel összegyújtuk a húsgolyókat, és egy ilyen apró darabot paradicsom, plusz ilyen házi főzött paradicsomból egy mártást készítettünk, ilyen hagymán ledinsztelve, és belefőzzük a húsgolyókat, még megy hozzá nyokki, nudli magyarul, meg egy kis zöld mazsalikom és parmezán sajt, és akkor majd meglátjuk, mi lesz belőle. Ez hány főre lesz elegendő? Szerintem elég sokra. Szerintem egy ilyen 45-50-re biztos. Az igen, jó nagy adaggal készültetek versenyen, indultok gondolom? Igen, indultunk, igen, de nem ez volt a fő cél, az, hogy itt legyünk a egyesületek között, megmutassuk, hogy itt vagyunk. Aztán picit túlméreteztük, de nem baj, szerintem el fog fogyni. Hogy érzed magad? Köszönöm, jól. Most, mióta vagytok kint? Most jöttünk, úgyhogy frissen érkeztünk. Mire számítotok a mai délután folyamán? Biztos nagyon jól, sikeres lesz. Tehát azt tudod, hogy itt ki az, aki a főszakás szerepét betölti? Ott lelépett. Lelépett? Aha, ott van. Jó, akkor megpróbálom. Hát, ha sikerül előkeríteni, nem fűzök hozzá túl nagy reményeket, de azért én megyek, és megfogom most. Jó napot kívánok! Kérnék szépen egy interjúra, jöjjön velem, drága virágszálam. Na nézzük, mi van ebben a bográcsban, mi finomat főztek? Pampula pörkölt. Pampula? Igen, magyarul marha fej pörkölt. Az igen, na ezt még nem hallottam. Gyere Tamás, egy picit közelebb, ha tudsz, mert akkor fogod látni, hogy milyen finomságok vannak benne. Miből készült? Marha fejből. És hogyan? Hagyma. Fűszerek hozzá, zsír, egy kis füstölt szalonna. Így. Az igen, ez nagyon gazdag. Mekkora adag van még? Hát ez olyan 50 főre van. Lesz itt 50 ember, aki majd megkóstolja? Reméljük, hogy összejönnek. Legalábbis a gazdőrtőri tagok biztos. Világos. Megyek Árkon Bokron, remélem nem fogok felborítani semmit sem. Na nézzük akkor ezt a babos tarhonya ügyet, hogy kell ezt elkészíteni, hogy jó legyen. Lepirítjuk a babos tarhonyát, igen. Aztán kétszer annyi vízzel, mint a tarhonyának a súlya fölöntjük. Ez olyan, mint a rizs készítése, igen, ugye? Igen, igen. És utána, mikor már majdnem kész a tarhonya, akkor utána hozzáöntjük a babot. Világos, ez igen picike adagra sikeredett, hányan fognak ebből enni? Igen, többre számítottunk, hogy több lesz, hogy ma jobban megdagad, de aztán végül, hát ennyi lett, de hűtöttünk hozzá kenyeret, úgyhogy az is. Jó, rendben van itt még egy, ebben mi van? Betyárpörkölt, lesz egy marhahús alapú savanyú pepperoni paprikával és hagyma, ilyen laskára vágott hagymával a végén, picit belerottyantva. Megbolondított marha pörkölt ez végül is. Igazából egyik étellel sem találkoztam még egyetlen egy olyan rendezvényen, ahol főztek. Miért pont ez a két étel lett most megfőzve? Nem tudom. Hát, ez a kedvenc? Egy új, viszonylag új recept, aztán íz lett, és így ezt választottuk, hogy ezzel megpróbálkozunk, hogy hát a sikerül. Kiket és hány főt vártok ide most hozzátok, hogy megkóstolja ezeket a különlegességeket? 25-30 főt várunk ide, ugye a ismerősök közül, akik ígérték, hogy jönnek majd. És milyen színekben indultok? Tótanya színeiben. A sebesülés az megvolt? Meg bizony. Mi történt? Megkevertem a pörköltet, csak agresszívabban, mint kellett volna. És kifröccsent? Igen, egy picit. Na jó, azt rendbe lehet hozni. Milyen pörkölt lesz? Hát picit újra gondoltuk a pincepörköltet, egy kicsit több füstöltel, mint az eredeti recept alapján van, és még egy kicsit megcifráztuk egy kis kolbászcsipszám még így utólagosan. Na, ezzel sem találkoztam még főzőversenyen. Hogy készítitek alapjáraton az alapot, és aztán mikor kerülnek bele az összetevők, amivel újítottatok? A teljes mértékben a hagyományos verzió, annyi különbséggel, hogy a szalonnát és a kolbászt azt elő lepirítottuk, ennek majd utána ki lett szedve, miután lepirult minden. Utána ennek a zsírjába, csak magába a zsírba lett a hagyma, és onnantól kezdve ugyanúgy készült, mint egy hagyományos pörkölt. Annyi különbséggel, hogy miután kész van, ugye persze együtt fejeződik be a burgonyával, ahogy az eredeti recept alapján, csak a végén lesz megszórva az előre lepilított szalonnával és a kolbászcsipszal. Hány főre tud készülni egy ilyen icike-picike bográcsban az étel?
Mert azért ugye a többieknél azt láttam, hogy egy nagy kondérral főznek. Hát ebben még nincs benne a burgonya, az elvileg egy ilyen 14 literes bugrács, ami azt jelenti, hogy ebben most van 3 kiló hús, most ha ilyen 25, csak magával a hússal, egy 20-25 dekával számolják, egy 10-15 főre simán. Ki az, aki megkóstolhatja egyébként ezt az ételt? Bárki, vagy ezt szigorúan magatoknak főztétek? 3 fős csapattal érkeztünk, a többieknek viszont amíg van, amíg ki nem ülül a bogrács, és illetve amíg a szaftot ki nem törlik kenyérre, állunk mindenki rendelkezésére. Indultatok már főzőversenyen, vagy ez az első próbálkozás? Hát ez az első próbálkozásunk, mi társasházban lakunk, és igazából azért jöttünk, mert... Itt jó levegő van. Szórakozni jöttünk, jó levegő van. Nem nyerni jöttünk. Főzni. De azért nem olyan hátrányos helyzet, hogy lesz, hogyha nyertek valamit. Nem, abszolút nem. Tehát azért mondom, hogy nem nyerni jöttünk, főzni jöttünk, illetve aki kíváncsi arra, hogy mit bírtunk összehozni, azt megkínálni. Mivel indultok a főzőversenyem? Mi szezámmagos paprikás csirkével indulunk, rozéborral fölöntve, és rengeteg finom fűszerrel. Az igen, elmeséled nekem, hogy mi mikor kerül bele abba a bográcsba? Hát az a lényeg, hogy a szezámmag egy kicsit megpiruljon ez a hagyma után. És a csirke fokhagymával együtt kerül bele, és így az ízek sokkal intenzívebbek lesznek, aztán a fokhagyma még később is kerül bele, most még nincs benne. Ez a vége előtt egy ilyen 20 perccel. Ezt honnan szedtétek ezt a receptet? Saját. Te találtad ki? Igen. Ilyen nagy mágus vagy? Nagyon szeretsz főzni? Hát az ízeket nagyon szeretem, meg a fűszereket. És van benne legalább 10-15 fűszer, nem is számolom. Az arányok nagyon fontosak, meg az, hogy melyik fűszert mikor kell belerakni, hogy az íze kijöjjön, de ne menjen el. Értem. Jó. Jó nagy bográcsban főztök. Mekkora adagot gondoltatok készíteni? Hát most így arra tekintettel, hogy itt mindenki fog kóstolni mindent, szerintem 15 ember, aki megkóstolhatja ennek az ízeit. Ehhez milyen köret illik egyébként? Kínáltok valamit, vagy csak maradtok ti is a kenyeres variációnál? Igen, kenyeres, de otthon targonya, vagyis tarhonya, csak én targonyának mondom, vagy rizs, ami szerintem a legtutibb hozzá. A versenyben mire számítotok ezzel a különleges étellel? Hát különleges is, meg nem is, mert ugye paprikás csirke, de különlegesen van elkészítve. Hát... Mondjuk így! Hát igen, na, nyerni jöttünk. Azt mondja a férjem, hogy nyerni jöttünk. Mint egyesületi elnök. Sziasztok! Szia, drágám! Figyeljél ide, nagyon szép számmal, talán a legnagyobb csapat ti vagytok. Igen. Hányan képviselteti magát az egyesület? 2, 4, 6, 8, 10. Nagyon sok, végtelen sokan, mi vagyunk a legtöbben, igen. És erre nagyon büszke vagyok, látod, ez egy összetartó csapat. Nagyon szuper. Azt látom, hogy kisbográcsban krumpli, nagybográcsban viszont nem tudom, hogy mi. Igen, a szakácsunktól meg. Szakácsunk fogja megmondani. Na, hadd halljam akkor, hogy mi minden van. Racka juppörkölt készült, különböző savanyúságokkal, burgonyával. Szejben vágtuk saját készítésű gyerekkorától, tehát ez ide készült. Tessék megkeverni. Nem bánnám, ha segítenem, mert ha belekerül a kamera, a pörköltbe az nem lesz hirtelen jó ízű. Mennyi hús van benne, és hány főre készül? 25 kg hús van ebbe, és annyi főre készült, amíg el nem fogy, nem tudjuk pontosan, hogy hány főre lesz elég. Reméljük, minél többen jól tudnak lakni ebből. Mindenkinek főztünk, nem csak a lovasoknak. Versenyen is indul ezek szerint a csapat? Szeretnénk indulni a versenyen is, vagyis indultunk is. Legyenek szívesek, a tálalásunkat is majd felvennék a lehet. Jó, hú, nagyon különleges a tálalás is. Anita, abban ki vesz részt a tálalásban? Még egyszer? A tálalásban ki segítkezik nektek? Ki, csapatmunka ez is. Nálunk minden csapatmunkán alapszik. Nagyon jó, figyeljél ide. Most itt ez az újra gondolt Orbán nap, ez szerinted meghozza ezt a várva várt érdeklődést, ami már azért 2-3 évvel ezelőtt valami miatt elmaradt? Igen, szerintem igen. Mióta én kint vagyok, azért egyre csak jönnek az emberek. Bízom benne, hogy megmozdul Monor.
Néhány hét, és nálatok is lesz az Egyesület által szervezett nagy program, egy Tóth László emlékfutammal egybekötve, sőt az egész nap a Laci emlékének lesz szentelve. Ez lesz a fogadhajtó verseny. Mennyire készültök már? Nagyon, és nagyon jól állunk, és idén polgármesterek hajtásával bővítjük a rendezvényünket, és ez a csapat annyira jól összeállt, hogy 13 településből 11 pozitív visszajelzést kaptunk, úgyhogy nagyon nagy a doppingolás, úgyhogy már itt beindult most a versenyszellem. Próbálkoztok már esetleg itt most is egy-két gondolatot, ami kipattan a fejetekből átbeszélni, hogy hogyan is legyen, mint is legyen, vagy teljesen összeállt a kép már június 24-re? Teljesen összeállt a kép, már mondhatom azt, hogy a megvalósításnak a folyamatainak is a végénél járunk, úgyhogy várjuk nagyon nagy szeretettel a 24-ét és a kilátogatókat. Úgy érzem most belülről, hogy jobb lesz, mint szokott. Na milyen finomat még sose ettem? Hadd halljam, mi van a bográcsban? Bakonyi sertésbordát készítünk, csak nem szeletre vágtuk a húst, hanem apróra, hogy az emberek kanállal tudják enni. És hát most jön a habarás, egy tejfölös habarás, és kész vagyunk. Mióta vagytok kint, mióta fő az étel? Hát reggel jöttünk, és 11-kor kezdtünk el főzni. Mekkora csapatnak dolgoztok, főztök? Hát a Monori Borút Egyesülettel főzünk együtt, és hát aki jön, kóstolhat. Főzőversenyben nyilván benne vagytok, mert hát különben? Benne vagyunk a főzőversenyben, reméljük, hogy azért valami csúran csöppen nekünk is. Ugye múlt héten Péteriben azért nyertünk egy harmadik helyet, most megelégszünk, hogyha az elsődben benne leszünk. Jó, rendben van. Azt tudjuk, hogy nagyon jó borokat szoktatok vinni a versenyekre, mert azért többnyire elnyeritek, sőt nem árulok el a kedves nézőknek túlzottan nagy titkot, hiszen a városbora is a te borod lett. Igen, hoztunk cserszegi fűszerest is, az az országos újborversenyen aranyérmet kapott, illetve hoztuk a kékfrankos rozét, ami a városbora lett, és az szintén az országos újborverseny egy ezüstérmet kapott, hát az még akkor nagyon friss volt, úgyhogy azt most érdemes megkóstolni, de hát június 10-én a borvidékek hétvégéje mindenkinek alkalma lesz erre, hogy megkóstoljuk ezeket a borokat. Ez nagyon szuper lesz, még egyet áruljál el nekem, ez mekkora adag lesz, hányan tudnak belőle kóstolni? Hát egy 30-40 ember kényelmesen. Jól lakik vele. Igen, nem az, hogy nem elégettünk meg, hanem ez a versenyre készült, hát a csirkeszárny az viszont a vendégeknek. Saját felhasználás? Saját, illetve barátok, betérők felhasználására. Hogy készítitek a sült csirkeszárnyat? Hagyományos módon fűszerezzük, úgy, ahogy a csirkét kell, paprika, tehát piros paprika, bors, és kicsi só, és nem is fokozzuk tovább. Esetleg ennyi? Néztek? Esetleg ránézünk, igen, főleg a Tamás, vagy én is menjek, persze hülye kérdéseim voltak most. Igen, ugye nem pattog, mert akkor rögtön lesz sebesülésem nekem is. No, tehát akkor hány csirkét fogtok, vagy csirkeszárnyat süttök? 30 darab csirkének a szárnyát, az 60 darab csirkeszárny jelent. Megvolt a matematika is már? Igen. És gyakorlatilag most már azt mondhatjuk, hogy várjuk a vendégeket a körmös csülökpörköltre és a csirkeszárnyra is. Átalakulások vannak, ma még nem ittam, és már is akadozik a nyelvem. A Monor környéki strázsabor rendben, te is szerepet kaptál a vezetőségben, hogy ízlik a munka? Igen, hát munka az van bőven, gyakorlatilag a 11 fős nagy tanácsból 7 teljesen új, úgymond nem mindenki új, de vannak új tagok is, akik nem olyan rég, úgymond egy éven belül léptek be, és vannak az úgymond új tagok a nagy tanácsban, akik már régóta borrendtagok, de viszont a nagy tanácsban először vállaltak szerepet. Mi minden hárul rád? Hát, mint a borrend második embere, mint elnök helyettes és kancellár, maga a munkaterv kidolgozása, megszervezése az éves programoknak, illetve a rend és a tagi gyűlések megszervezése.
Ambrózi úrral készítettem már erről az átalakulásról egy beszélgetést, és ott szóba került, mint ahogy minden egyes egyesületnél szóba szokott kerülni a fiataloknak a bevonzása az egyesületben. Nálatok ez mennyire sikeres munka? Igen, ez nem egy egyszerű feladat. Ha csak mint hobbit nézünk, hogy a borászkodás milyen egyszerű vagy nem egyszerű feladat, sok munkával jár, nem egy olcsó hobbinak számító feladat, nagy munka vár ránk, mert ha megnézzük a fiatalokat, hogy lehet őket a hegyhez vonzani, természetesen kell az, hogy szeressék is a bort, de az is kell hozzá, hogy szeressék elkészíteni a bort, illetve vagy örökség, vagy vásárlás révén legyen pincéjük. Illetve vagy szőlő, hát azt köztudott, hogy a bort szőlőből kell készíteni. Ez így igaz, még egyet áruljál el nekem, azért szépen gyülekeznek az emberek az újra gondolt Orbán napi rendezvényre, hogy tetszik neked eddig? Abszolút tetszik, és ez is egyik példája sok közül. Itt a legelőző rendezvényünket példaként említve a gimnáziumban megszervezésre kerülő, úgymond az egyik legnagyobb borversenynek. Ott is az jött le, hogy a szervezetek, civil szervezetek, hogyha összefognak, van eredménye. Itt is az következett be, hogyha összefogunk, úgymond a Borút Egyesület, a Strázsa Borrend, vagy egyéb, vannak a nemrég megalakult Lovas Egyesület és a Gazdakör szervezésében, hogyha van bizonyos összefogás, akkor létre tudunk hozni egy olyan rendezvényt, ahová mind civilek, mind szakmabeliek részt tudunk venni. Ötven évvel ezelőtt indult el városunkban a zeneoktatás. Ebből az alkalomból tartottak ünnepséget, majd nagy sikerű koncertet a Monori Fesztivál csarnokban a zeneiskola tanárainak szervezésében. A programon részt vett városunk polgármestere, a Ceglédi Tankerület vezetője, valamint az intézmény volt és jelenlegi vezetői, tanárai, diákjai. És benne a zene életünk egyik legmagasztosabb gazdagítása. Az emberi intellektus és az emocionalitásnak a csúcsa. Azt is szokták mondani, hogy a művészeti és különösen a zenei oktatás, a zenei nevelés fontos alapot jelenthet a felnövekvő nemzedékek számára, hogy testben és lélekben kiegyensúlyozott, teljes, boldog életet élhessenek. A zene ellazít, megrendít, felvidít, energizál, mozgósít. A zene tanít, gyógyít, és ami talán most itt ebben a körben a legfontosabb, közösséget formál.
Táncra perdít, gyönyörködtet, visszarepít a múltba, emlékeztet, képzeltet. Tesztekkel bizonyított, hogy a zene hallgatása növeli és javítja a kreativitást és a képzelő erőt. Vagyis nem csak a zenével való aktív foglalkozás maga a zenélés, hanem a zene hallgatása is pozitív hatással van az életünkre. És hát ugye azt is tudjuk, hogy millió módon, millió féleképpen hat ránk a zene, az egész életünket befolyásolja szerencsés esetben, és hát fiziológiai folyamatainkra is hatással van. Azt, hogy a zene hatással van ránk, azt persze sokan tudják, hat a légzésünkre, a vérnyomásunkra, az immunrendszerünkre, a hangulatunkra, befolyásolja még az emésztést is. A gyógyító ereje is egyre szélesebb körben ismert. Használják álmatlanság ellen, feltöltődéshez, fáradtság ellen, fejfájás, migrén ellen, magas vérnyomás ellen, a szívműködés és a keringésnek az erősítésére. A zene fontos szerepet játszhat a stresszel való megküzdésben, az érzelmek szabályozásában, és a megfelelő zenei képzés pozitív hatással lehet a gyermekek értelmi és érzelmi fejlődésére is. A Monari Zeneiskola, hívták eddig bárhogy és hívják ezután bárhogyan, 50 éve térségünk meghatározó, sőt azt gondolom, hogy ebben a körben azt is mondhatom, hogy legfontosabb művészetoktatási intézménye. A Monari Zeneiskola fél évszázada áll a hangszeres zenést tanulni kívánó fiatalok szolgálatában. A zeneoktatásán keresztül fél évszázada működik közre fiatalok generációinak személyiségfejlődésében, képességeinek, tehetségének fejlesztésében. Az idejáró gyerekek szakértő zenepedagógusok irányítása mellett tanulhatnak zenélni. Későbbi zenei pályájuktól függetlenül azt gondolom, hogy jellem és személyiség formáló képzésben vehetnek itt részt. A város nevében itt az alkalom, hogy ezúton is megköszönjük mindezt valamennyi eddigi tanárának, munkatársának és vezetőjének. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A zenének és az éneknek mindezen túl, ahogy arra már utaltam, nagyon fontos szerepe van a városi kohézióban, a társadalmi kohéziónak az erősítésében. A modern mai embernek talán nagyobb szüksége lenne erre, mint valaha. A kóruséneklés, az együttzenélés által keltett érzelmek döntő szerepet játszanak a közösség építésében és az együvé tartozásnak a csodálatos élményében. A zene, szokták azt is mondani, hogy képessé tesz bennünket arra, hogy egyetértésre jussunk egymással. Fél évszázad nagy idő. Az, hogy zeneiskolánk ilyen hosszú ideig megőrizte, megtartotta vezető szerepét a térség művészetoktatási intézményei között, bizony azt jelzi az intézmény létjogosultságát, szerepét és fontosságát. Még fényesebb, muzsikával teli évtizedeket kívánok neki. Köszönöm a figyelmet! Néhány hónappal ezelőtt lehetőségem volt arra tanket igazgatóként, hogy a 9 zeneiskolánknak közel 40 millió forint értékben vásárolhassak hangszert, nem én, hanem hát nyilván a tankerület. És visszamenőleg, ha visszagondolunk, az elmúlt 5-10 évben nem volt ekkora beruházás. Új hangszer vásárlása mindig öröm, és egy lehetőség arra, hogy elinduljon a zeneoktatás még jobb irányba. És új hangszernek érdemes örülni. Amikor én negyedikes voltam, 10 éves, mint a kislányom, aki most itt ül az első sorba, kaptam meg az első gitáromat. De mivel aznap délelőtt én valamiféle turpisság folytán nem írtam meg a házi feladatot, és beírást kaptam a füzetbe, a szüleim nem adták nekem oda. Betámasztották a sarokba, rajta volt a tokja, és én nem vehettem elő a gitáromat. Borzasztó érzés volt, szülőknek javaslom, senkit ne büntessenek hangszer megvonással. Azt gondolom, hogy nagy ajándék, hogyha valaki hangszerhez, új hangszerhez jut, és még nagyobb ajándék, hogyha több és több lehetőséghez jut. Ez a mostani koncert ünnep. Egy 50 éves
szép életútnak a záró akkordja. Nem véletlenül használom ezt a szót, hogy záró akkord, mert hogy tulajdonképpen ez egy búcsúkoncert. Legalábbis ami az én munkai kontextusomat illeti mindenképpen. Tudnélik, a Mondani Zeneiskola, az Erkel Ferenc Zeneiskola tagintézménye következő tanévtől átkerül a Mondani Tankerületbe, a Celi Tankerületből, és ezáltal én már csak meghívott vendégként, de nem mint hivatalos vendégként vehetek részt a koncertjeiken. Úgyhogy számomra, és nyilván számukra is, hogy egy búcsúkoncert, és azzal együtt, hogy egy ünnepi ciklus lezárása. Az is nagyon fontos elmondani, hogy ezeken a koncerteken, amik az elmúlt években pontosan a hangszervásárlás kapcsán lezajlottak Abonyban, Cegléden, Nagykátán, fantasztikus élményben volt részem. Nyilván az kiderült már rólam, hogy zeneszerető ember vagyok, és én magam is játszottam hangszeren és énekeltem énekkarban. De hogy olyan kincsek vannak ezekben a torkokban, ezekben a kezekben és ezekben a tanárokban, hogy az olyan fantasztikus. Nagyon sok sikert kívánok mindenkinek, és csak egy gondolatot a jövendőbeli fenntartónak, amikor a 12. kerületben, ahol tankertigazgatói pályámat kezdtem, az első közgyűlésen az akkori polgármester Bokorni Zoltánné mondta, hogy itt vannak ezek az iskolák, akinek most te leszel a fenntartója, Gábor, akkor felállt az egyik igazgató, és azt mondta, hogy igazgató úr, kincset kap a kezébe, vigyázzon rá. Szabó Lőrinc, Mozart hallgatása közben. Csak a derű óráit számolom, mondta pár szó, s egy vasrúd a falon, a napórájé. Láttam én is a latin szöveget, s lelkem bánata irigyelte a vén öreget, aki oly bölcsbetűket vésetett a buta kőbe. Bár ki tudja, nem rögtönzés volt-e csak, szellemesen dacos sugallat az a gondolat. Dac és sugallat bennem is akadt egykor, de az árny mindig súlyosabb maradt a fénynél. A felhők fölött kellett volna elfogni az örök tündöklést, a nap arany árvizét, tengerét, az édes könnyelműség lepkeszáncsókú pillanatait, s főként azt, melyben a mámor lakik, az ifjú gyönyört, melynek kései mása most annyi váddal van teli. A szeszként libbenőt, a legvadabb, a villámgyors tigris szitakötőt, az izzenőt, ki kedvesével a kénnyolcasát gyűrűzve libben lándereken át, s alkonyi csöndön. Tavak, mocsarak szittyói közt, szikrázó ég alatt, ma is szállok én, csak testben öreg. No, mordul bennem a szörnyeteg igazság. Igen, azt a testtelen úszást, lebegést kéne Istenem utolérni, a könnyűt, úgy, amint a gyermekkor csinálta most megint. A sellőkét a vízben, szúnyogét fátyolködében, csak az örök ég örök adósa lenni, ahogyan ma is visz a képzeletem agyam, valahányszor párologtat emel a kép, mint karmestert a pálca, mely fuvolát zendít, s kürtöt, s hegedűt. Zeneiskolánk 50 éves lett. 50 év, fél évszázad, már zenetörténeti léptékű idő. Fél évszázad választja el egymástól például Johannes Brahms és Kodály Zoltán születését. Vagy éppen Johann Sebastian Bach és Joseph Haydn világra jöttét. Mit jelent nekünk, monoriaknak a zene, és mit jelent ez az 50 év? Mennyi zeneiskolás fordult meg évente a mi kedves, jó hangulatú kisiskolánkban? Hány növendék sorsa pecsételődött meg visszavonhatatlanul abban a pillanatban, amikor belépett a zene birodalmába? Mennyi szép emlék, kimondott és kimondatlan szó. Mennyi hang, mennyi dal, mennyi izgalom, odaadás, lemondás, gyakorlás. Öröm és büszkeség. Néhány percben, néhány mondatban nem lehet összesűríteni 50 év történéseit, emlékeit. Nem is ez a cél.
Eltelt az első 50 év. Olyan 50 év, amelyről úgy gondolom, hogy sok iskola vezetője csak álmodik. Ez bizony nem csak szorgalommal, kitartással, küzdelemmel, munkával volt tele, hanem szeretettel, megbecsüléssel, sikerekkel. Babits Mihály szavait idézem. Múlt nélkül nincs jövő, s mennél gazdagabb a múltad, annál több fonálon kapaszkodhatsz a jövőbe. Ezt a gazdagságot Buda Imréné Marika néninek, iskolánk alapító igazgatójának és két szívünknek kedves zenetanárnak, Buda Imre Fafúgós tanárnak és Szent Mihály Gyula hegedű tanárnak köszönhetjük. Ők indították útjára még három zongora tanár kollégájukkal, dr. Arnold Csabánéval, Ardai Gézánéval és dr. Koppány Bélánéval a zenei nevelést monoron. Buda Imréné a mindig kedves, szerény, jószívű, segítőkész ember, pedagógusként és vezetőként megmutatta nekünk, hogy mi a feladatunk. Tovább vinni az ő felépített munkásságát. Ezen munkálkodunk. A szülő számára legfontosabb a gyermeke. Nekünk, mint gyakorló szülőknek és egyben pedagógusoknak is, az iskolában egy gyermekközpontú oktató-nevelő munkát kell megvalósítanunk. A szülőknek is meg kell tapasztalniuk, hogy mindent megteszünk gyermekeik értelmi fejlődése, neveltségi szintjének emelése érdekében. Érezniük kell, hogy nekünk is legfontosabb a gyermekük. Ehhez feltétlenül szükséges a tanulóink megismerése, amihez a tanítási óra kevés, különböző élethelyzetek kellenek. Kiváló szakképzettségű pedagógusaink színes, változatos programokkal kedveskedünk a szülőknek, vendégeknek, gyermekeinknek. Iskolánk 50. évfordulóját több rendezvénnyel ünnepeljük. Már februárban elkezdtük. Elkezdtük a legkisebbekkel. Megrendeztük a kicsinyek koncertjét. Öröm volt látni és hallani az apró kis művészpalántákat. Márciusban rendeztük meg a családi koncertünket. Ezen a rendezvényen növendékeink szüleikkel, testvéreikkel mutatkozhattak a színpadon. A zenetanítást a teljes értékű emberi válás folyamatában rendkívül fontosnak tartjuk. Rendszeres munkára, fegyelemre szoktat. Megtanít fellépni, és az elvégzett munkánkat a közösség előtt is vállalni. Megtanítja a helyén kezelni a sikert, és az esetleges kudarcot is. Ezért is nagyon fontos a zenei pedagógiai munka. Felelősségünk az is, hogy a kiemelkedő zenei tehetségű tanítványainkat zenei pályára irányítsuk, megmutatva ennek a hivatásnak az örömeit és árnyoldalait is. Ebben a tanévben 4 növendékünk nyert felvételt a zeneművészeti szakközépiskolákba. Hegedűs Boglárka, Köves Kata, Réti Eszter Boglárka és Vladár Katinka. Célunk, hogy a növendékeink jól érezzék magukat az iskolában, legyenek sikerélményeik, eredményeket tudjanak felmutatni. Szeretném Budai Marika nénit köszönteni egy csokor virággal. Tisztelt ünneplő közönség, a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége és Ember Csaba elnök úr nevében hozom a szövetség köszöntését, üdvözletét és egy díszoklevelet, amit szeretnék átadni Zsombok Erika tagintézmény vezető igazgatóasszonynak.
azt tudom mondani, hogy boldog az a város, és boldog az a zeneiskola, ahol ilyen fantasztikus örömöt, tiszta, csengő éneklést, ilyen profi és szereteteljes együttműködést lát a tanárok között az ember. Boldog az az iskola, ahol a fúvózenekart olyan kiváló karnagy vezeti, mint Becker Gyula. Boldog az a zeneiskola, ahol a tanárok, a művésztanárok számára Galai Attila írja a zenét, és még sokan mások. Boldog az a zeneiskola, amelyet Budai Imre kiváló fagottos és fafúvós művész alapított, és boldog az a közösség, amelyet ilyen nagyszerű ember, művész és tanár vezethet, mint Zsombok Erika.
Országszerte megemlékezéseket tartottak a Magyar Hősök Emléknapján május 28-án. Nyáregyházán a felújított és újra szentelt emlékműnél beszédet mondott Pogácsás Tibor országgyűlési képviselő, Mészáros Sándor polgármester és Maszel László alpolgármester. Május 28-án Nyáregyházán is megemlékeztek az első és második világháborúban elhunyt hősökről. Az emlékmű helyreállítását és környezetének megújítását az első világháború centenáriumi emlékbizottság támogatta. A bíráló bizottság döntése alapján az önkormányzat 1,5 millió forint támogatásban részesült, amelyhez a település képviselőtestülete közel 900 000 forint önrészt biztosított. Így összesen a világháborús emlékmű és környezete mintegy 2,4 millió forint összegből került felújításra. A 2017-ben felújított emlékmű újraszentelése és a hősök előtti tisztelgés a himnusz közös éneklésével kezdődött, majd a Nyári Pál általános iskola diákjainak megemlékezését hallgathatták meg az emlékezők. Hajtsunk ma fejet halottaink előtt, kik fegyverrel védték a magyar földet, kik életüket áldozták érettünk, az utolsó pillanatig még léteztünk, akkor is, amikor minden elveszett. Hűen várta őket haza. Barát, feleség, gyerek, reménykedtek a viszontlátásban, kapocs volt köztük a szeretet. Várj rám, s én megjövök, hogyha vársz nagyon. Várj rám, ha sárga köd őszi búja nyom. Várj, ha havat hord a szél, várj, ha tűz a nap. Várj, ha nem is jön levél innen néha nap. Várj, ha nem vár senkit ott, haza senki már. És ha unszol bárki is, hogy nem kell várni már. Szél hordja széjjel, álmunk az éjjel, megfagyott. A hóban süpedünk el, miért jöttünk el, már nem tudom. Ha vannak angyalok, nem járnak erre most, csak ördögök tüzelnek ránk. Vivát, vivát, vivát. Hol él még anyám, s van még házam, s hazám, hol vár még a kedvesem, nekem ott lenne a helyem. Üzenet jött messze-messze földről, halvány zöld szín tábori levél. Aki írta, a szívével írta, minden sora őszintén beszél. Sokkal jobban szeretlek, mint máskor, minden percben rád gondolok százszor. Valahol, ó,
szemeink szegletén gyöngyként ülő könnyek méltósággal, csendben, meddőnleg ördülnek. Őrizzük fényetek, tápláljuk lángotok, nem feledjük soha honvédő harcotok. A diákok megemlékező műsorát követően először Pogáncsás Tibor államtitkár, majd Mészáros Sándor polgármester beszédét hallhatták a jelenlévők, végül pedig Maszell László alpolgármester beszélt az emlékműről, annak felújításáról. Tisztelt emlékezők, tisztelt nyáregyháziak! Egy ilyen gyönyörű koranyári délután, pláne hétvégén én azt gondolom, hogy az ember értelemszerűen az életen gondolkodik. Azon gondolkodik, hogy mit lehet még csinálni a kertben, lehet-e még pihenni a jövő heti munka előtt, vagy éppen meglátogatni barátokat, rokonokat. Az életről gondolkodunk. És ez így van rendjén, ez a normális. Több mint 70 évvel ezelőtt ért véget a háború, több mint 60 évvel ezelőtt hallgattak el a fegyverek. A forradalom után ez a 60 év hozzászoktatott bennünket ahhoz, hogy békében élünk. Viharok között, sokszor problémák között, viták között, de békében élünk. A 20. század, de az egész magyar történelem az a küzdelmeinkkel, a harcainkkal, a csatáinkkal volt tele, és sokszor mi védtük Európát, sokszor mi voltunk a végvár. A 20. század kegyetlen volt. Kegyetlen volt, hiszen olyan harcokba, olyan háborúkba sodródtunk bele, amelyhez talán nem is volt közünk. A 20. század kegyetlen volt, hiszen minden addiginél pusztítóbb háborúk folytak. Minden településen, minden magyar településen, de hát Európa számos részén nagyon sok áldozatra emlékeznek. Az áldozatokra emlékezünk tulajdonképpen egyébként 1917 óta emlékezünk a hősökre. Az áldozatokra emlékezünk azért, mert ők valami olyat tettek, amit nem biztos, hogy önmaguk választottak, de amelyet a sors, a teremtő rájuk osztott. Harcolniuk kellett, vagy olyan helyen voltak, ahol az életükről nem ők dönthettek. Nem ők dönthettek, döntött valaki más, sok esetben olyan emberek, akiknek nem számított, hogy kik vannak a csatamezőn, vagy kik vannak ott, ahol aztán emberek pusztulnak. A gyerekeknek, de még az én korosztályomnak is a háború, a fegyver, ropogás, az történelem. És ez így van jól, és abban bízunk, hogy ez így is marad. Abban bízunk, hogy ez így lesz a gyermekeink, az unokáink életében is, de éppen ezért emlékeznünk kell azokra, akik az életüket adták. Ők is valószínűleg gyönyörű napokra, napsütésre, madárszóra is ébredtek. Ők is élték azt az életet, ami abban a korban nekik megadatott. Éltek, reménykedtek, bíztak abban, hogy felnevelhetik a gyermekeiket, bíztak abban, hogy a munkájuk révén majd előre jutnak. Senki nem készült hősnek.
lehet, hogy önként, lehet, hogy besorozva, lehet, hogy véletlenül került a gyilkos eszköz elé. De hősnek nem készült. Biztos vagyok abban, hogy mindenki minden nap azzal az érzéssel kelt fel, azzal az érzéssel indult el, hogy este vissza tud élni. Biztos vagyok abban, hogy mindenki gondolt a családjára, gondolt az otthon maradottakra, gondolt az életére, hogy azt majd folytathatja. Nem mindenkinek adatott meg, sőt, tudjuk jól, hogy a 20. században nagyon sokaknak nem adatott ez meg. Talán sokakban fölmerül a kérdés, hogy ennyi idő távlatában miért is kell emlékeznünk. Nyilván emlékeznünk azért kell, mert emberek vagyunk, és emberként mindannyian tudjuk, hogy az élet az egy olyan folyamat, melynek a végén mindannyian elmegyünk. De nem mindegy, hogy miért és mikor. Nem mindegy, hogy kinek miért kell elmenni. Azok, akik egy közösség érdekéért, egy közösség védelméért, azokért, akik ma itt vannak, itt vagyunk, azokért áldozták az életüket, azokra emlékeznünk kell. Emlékeznünk kell a nevekre, látnunk kell azt, hogy ezek mögött, a nevek mögött családok vannak, akik várták, reménykedve várták őket, és micsoda emberi tragédiák történtek, voltak, milyen tragikus lehetett, amikor megtudták, hogy már hiába várnak. És emlékeznünk kell azért, mert a háborúk borzalmai, a háborúk, amelyek hősöket is adnak, azok a háborúk ugyan messze vannak, távol vannak, de sosem feledhetjük azt, hogy az ember az bizony sokszor olyanra is képes, amit a többiek, hogy más emberek nem fogadnak el, nem értenek meg. Az emberiség sokszor tett olyat a történelmében, amivel saját magát veszélyeztette. Emlékeznünk kell ezekre az eseményekre, és emlékeznünk kell ezekre a hősökre, ezekre az időkre azért, hogy a mi gyermekeink, hogy mi, a mi gyermekeink, a mi unokáink úgy éljenek, hogy ezek az események ne ismétlődjenek meg. Én bízom abban, hogy békében élhetünk, békében élhetnek a gyermekeink, békében élhetnek az unokáink, és bízom abban, hogy a hősökre mindannyian sokáig emlékezni fognak. A második világháború alatt 1944. május 21-én Csatai Lajos vezérezredes, honvédelmi miniszter Hősök napja alkalmából a rádióban a következőt mondta. A mai napon azokról emlékezünk, és azok emlékét idézzük, akik a legtöbbet, az anya tiszta fájdalmával megváltott kincset, életüket adták a hazának. Azoknak porai felett mondunk imát, akik minden testi és lelki szenvedést vállaltak, és minden tétovázás nélkül tették kezüket a halál fekete kapujának kilincsére, mert lobogó lánga légett bennük a magyar haza iránti szeretet. Ennél szebben és pontosabban alig ha lehet megfogalmazni, hogy miért is oly fontos a magyarság számára a hősök emlékünnepe. Hősök nélkül nincsen nemzet. Történelmünk minden korszakát hőseink áldozatkészsége, vitézsége ragyogta be. Ha az emlékműre pillantunk, elszánt, szigorú tekintetű katonákat látunk. Olyan férfiakat, akik feladva korábbi életüket, honvéd hősökké válva, fegyverrel a kézben mindent feláldoztak a hazáért. Kivételes emberek voltak. Nemzeti becsületünket, hazánkat, népünk létét és gyermekeink jövőjét jobban szerették, még saját életüknél is. Talán eszünkbe sem jut, hogy egykor ők is hozzánk hasonló, egyszerű, hétköznapi emberekként éltek, mielőtt katonák lettek. Ugyanúgy élték hétköznapjaikat, ugyanolyan szeretettel ölelték át feleségüket, ugyanolyan gondoskodással vették ölbe gyermeküket. Úgy gondolták, ez már így is marad. Csöndesen élhetik hétköznapjaikat, nevelhetik gyermekeiket, építhetik házukat, láthatják felnőni unokáikat. De sajnos nem így lett. Az idő megszólította, elszólította őket.
nem születtek hősnek valóban, de amikor a hely és az idő megkívánta, akkor talán félve, fázva, de felvállalták sorsukat. Őket ünnepeljük ma, rájuk emlékezünk. Ez az emlékezés azonban nem gyászünnep, nem halottak napja, hanem büszke, öntudatos kegyelet azok iránt, akik nemzetünk megváltásával biztosították maguknak az örök életet. Tisztelt vendégeink, a legtöbben mi már csak nagyszüleink, dédszüleink elbeszélései alapján tudjuk elképzelni a háború borzalmait. Hogy milyen volt a pincékbe lemenekülve hallgatni a bombák süvítését, és várni, hogy a zaj elcsendesedjen, vagy hogy hogyan kellett a száraz kenyeret beosztani. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy egy békésebb, felvilágosultabb, fejlettebb korba születtünk. Kinyílt, szabaddá vált a világ, elképzelhetetlen, hogy nekünk, vagy az utánunk jövő nemzedékeknek háborús viszonyokkal kell szembenézni. Legalábbis így gondolhatjuk, így érezhetjük magunkat Európa közepén. De valóban így van? És ha igen, ez az idilli állapot meddig marad? Meddig maradhat így? Ha körbenézünk a világban, láthatjuk, hogy a béke helyett egyre inkább az agresszió uralkodik. Őszintén remélem, hogy ez minket, magyarokat most is, és a jövőben is elkerül. Hogy gyermekeink, unokáink milyen világban, milyen Magyarországon élnek majd, előre nem tudhatjuk. De mindannyian tehetünk érte, hogy olyan országot formáljunk, amelyet szívesen hagyunk utódainkra. A nemzet soha el nem múló hálája és elismerése kísérje mindazokat, akik a hazáért vívott súlyos küzdelmekben a magyar nemzetnek dicsőséget és hírnevet szerezve életüket feláldozták. Emléketek, míg magyar szív él, megőrizzük. Köszönöm figyelmüket! Hálát adok a Jóistennek és a Sósnak, hogy ezen a szép vasárnap délután itt állhatok a felújított első és második világháborúban elesett hőseinek emlékműve előtt. Családom több szállal is kötődik az emlékműhöz. Az 1940-es évek elején Maszel Pál bátyám egy március 15-i ünnepség alkalmából erről a lépcsőről szavalt el a nemzeti dalt. Erről az eseményről fénykép is készült, melyet bemutatásra került a 600 éves ünnepségünkön a régmúlt emlékeket őrző Ilyenek voltunk kiállításon. Az 1950-es években a Rákosi rendszer alatt községünk helyi vezetőinek bántotta szemét a két katona közt elhelyezkedő magyar címer. Elhatározták, hogy ezt onnan el kell távolítani. Ez édesapám tudomására jutott, és mielőtt ezt a barbár tettüket végrehajtották volna, ő elhozta a címerről a keresztet, mely több mint 40 évig őriztük. 1956 szele is megcsapta Nyáregyházát. A községháza elől indult el egy felvonulás ide a hősök szobrához. Az úton a felvonulók a már szálló igével vált Ruszkiki kiavalásra vonultak. Itt beszédek hangzattak el. Elég paprikás volt a helyzet, mert többen bosszút akartak állni a Rákosi rendszer talpnyalói. Volt a felvonuláson több józanul gondolkodású ember, köztük édesapám, akinek sikerült megnyugtatni az embereket, így nem történt senkinek semmi bántódása. Sajnos a véressel levelt forradalom után visszatért az előző kommunista rendszer, melynek talpnyalói már nem voltak ilyen elnézőek a felvonuláson részt vett nyáregyházi polgárokkal szembe. Eljött a rendszerváltozás ideje, 1989. Az 1990-ben megtartott helyhatósági választások után községünk ismét elnyerte függetlenségét. Lehocki Pál polgármester által vezetett képviselőtestület elhatározta, hogy végre az emlékműre felkerüljenek a második világháborúban elesett katonák és elhurcolt nyáregyháziak névsora is. Visszahelyezték a magyar címert.
az általunk őrzött kereszttel együtt. Sajnos voltak emberek, akik ebben nem tudtak belenyugodni, és letörték a keresztet a címerről, melynek örökre nyoma veszett. Bár az eredeti kereszt eltűnt, de most a felújítás során ismét visszakerült egy másik, a méltó helyére, a Szent Koronára. A keresztet elvihették, de a hősök emléke és tisztelete örökké a nyáregyháziak szívébe és lelkébe vésődött. Szeretném megköszönni Kampf János monori kőfaragó mester úrnak a szobroton végzett felújítási munkáit. Itt szeretném megjegyezni, hogy 25 évvel ezelőtt is ő újította fel az emlékművet. Tóth Mihály pilisi könyvesmester úrnak a térkövezési munkákat, a Nyárfa Kft. Dolgozóinak a segítséget, és végül, de nem utolsó sorban a közmunkások tisztességes és becsületes munkáját. Köszönöm önöknek is, hogy jelenlétükkel megtisztelték a felújított emlékmű átadását. Köszönöm szépen! Ezt követően az egyházak képviselői mondták el gondolataikat. Húsvét ünnepének a lényege, hogy Krisztus Urunk legyőzte a bűnt és a halált, és az ő feltámadásával új életet, új reménységet nyitott mindannyiunk számára, akik elfogadjuk ezt az ajándékot az Isten kezéből. És mivel azt tudjuk, hogy mindannyiunk élete ajándék, ezért fontos kell legyen mindannyiunk számára, hogy ezt az ajándékot megköszönjük és megbecsüljük. És ma, amikor ezt az emlékművet megáldjuk, akkor megköszönjük az Úristennek az életünket, megköszönjük az elődeinket, akik megküzdöttek azért, hogy itt lehetünk. Ők is a maguk módján megfeszültek és életüket áldozták. De hitünk tanításából tudjuk jól, hogy van feltámadás, van örök élet, van menetel. És ez a mai ünnep ezt erősítse meg mindannyiunk szívében és lelkében, hogy van feltámadás, van örök élet, és hogy valóban hittel és bizalommal ajánljuk elhunyt szeretteinket, elhunyt hőseinket az Isten irgalmas szeretetébe, és legyen ennek a népnek mindig feltámadás. Mert amíg vannak emlékezők, amíg vannak ünneplők, addig van feltámadás, addig van örök élet. Ennek az örök életnek a hitével imádkozzunk most közösen, és kérjük az Úristen áldását erre az emlékműre. Könyörögjünk! Istenünk, szálljon áldásod erre a háború áldozataira emlékező emlékműre, hogy mindenkiben, aki rátekint részvétet, a háború áldozatai iránt tiszteletet ébresszen. Azokat pedig, akikre itt fájó szívvel gondolunk, fogodd az örök béke honába. Figyelmeztessen ez az emlékmű a hazánkért életüket áldozókra, magyar hazánk iránti kötelességünkre és felelősségünkre. A mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon erre az emlékműre, szálljon rátok és maradjon rajtatok mindörökké. Amen. Felelősség politikusnak lenni. Felelősség a szavakkal játszani, döntéseket hozni, és különböző paktumokat kötni. Felelősség, mert a végén egyszerű emberek fognak állni a parancsoknak. Teljesen egyszerű emberek, akik nem látják a döntések miértjét. Csak azt látják, hogy valahol több ezer kilométerre vannak, távol a hazájuktól, az otthonuktól, a szeretteiktől. Isten ítél azok felett, akik számára ezek az egyszerű emberek feláldozhatóak voltak. Isten áldja meg azoknak az emlékét, akik odaadták a legdrágábbat, az életüket, a vérüket, az álmaikat. Néhány héttel ezelőtt a Monoron
megnéztem az orosz katonai temetőt. Nem tudtam végig számolni, de úgy nagyjából úgy tippeltem, hogy 6 és 800 között vannak azok, akiknek a nevei fel vannak írva, és az életkorok oda voltak többnyire írva, 20 és 22 év között voltak, zömében. Biztos nekik is voltak álmaik. Ennyi idő távlatából teljesen mindegy, hogy oroszok voltak, vagy más nemzetiségűek, de ott voltak az álmaik. Az ő életükben nem így szerepelt az élet, hogy 22 év. Isten áldja meg azokat, akik elküldték a gyermekeiket, társaikat, elengedték, és várták haza őket. Akik sosem öregedhettek meg, sosem nevelhettek gyerekeket, nem játszhattak az unokáikkal, azért, mert odaadták azt, ami a legdrágább. Isten áldása legyen ezen az emlékművön, azokon a családokon, akik ma még hordozzák a szívükben és az emlékeikben az őseiknek a sorsát és az életét. Isten áldása legyen rajtatok, hogy hűek maradjatok, tisztességesek, becsületesek ezekhez a hősökhöz és a nevükhöz. Amen. Ezen a mai napon sokszor elhangoztak nevek. Nevek, akik embereket takarnak. Nevek, akik együtt harcoltak, akik segítették egymást, támogatták egymást, egymást buzdítva védekeztek, egymást támogatva hátráltak, hordozták az elesetteket, a sebesülteket, azért, hogy reménye legyen az életnek. Akkor, amikor emlékezünk rájuk, emlékezünk emberi sorsokra, emlékezünk családokra, emlékezünk a múltra és emlékezünk a jövőre, gondolunk a jövőre, arra, ami előttünk van. Jézus az életből veszi a példát. Azokban a helyzetekben, amikor valóban az élet múlik rajta, tudunk egymás mellett állni. Azokban a helyzetekben, amikor valóban a lét, a tét, tudunk egymás mellett állni. Azokban a helyzetekben, amikor nem csak arról szól az élet, hogy melyik párt hogyan alakíthat kormányt, hanem arról, hogy tudunk-e itt a Kárpát-medencében, Európában emberként, egymás társaiként megmaradni, összefogni, építeni, azokhoz az értékekhez hűségesnek maradni, amik évszázadokon, vagy mondjuk így keresztjéni gondolattal évezredeken számunkra meghatározók voltak. Látjuk-e azt a múltat, amelyet Jézus Krisztus kínált nekünk? Látjuk-e azokat az értékeket, látjuk-e azokat az alapokat, amelyeket ő fektetett le? Ő nevezett nevén, ahol nem az a lényeg, hogyan tudunk átgázolni a másikon, hanem hogyan tudjuk egymást felemelni. Ahol nem az a lényeg, hogy hogyan tudjuk meghódítani a különböző területeket, hanem az, hogy hogyan tudjuk egymást felkarolni, egymásban meglátni az embert. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja a barátaiért. Legyenek áldottak azok, akik életüket tudták adni barátaikért, és legyetek áldottak ti is,
hogy ti is tudjátok így szeretni egymást, családban, a hétköznapi életben, a munkában, a hivatásban, egymás mellett mindenkor, amíg Isten élni enged bennünket ezen a világon, ebben a hazában, itt Nyáregyházán, azokban a közösségekben, ahonnan jöttünk és ahova visszamegyünk. Amen. A megemlékezés végén először Pogáncsás Tibor országgyűlési képviselő, utána Mészáros Sándor polgármester és Maszel László alpolgármester helyezte el a megemlékezés virágait. Ezt követően az egyházak, nyáregyházi intézmények vezetői és a jelenlévők hajtottak fejet az első és második világháborús hősök emlékére készült emlékműnél. Kedves nézőink, mai műsorunk ezzel véget ért. Ne feledjék az adások ismétlésének időpontjait, melyek továbbra is változatlanok. Hétfőn délután 3 órakor, pénteken pedig este 9:30-kor kezdünk. Elérhetőségeinket már láthatják a képernyő alján. Telefonszámunk 29-es körzet 413 511, e-mail címünk gemini.tv@upc.mail.hu, a honlapunkat pedig a www.gemini.tv.hu címre kattintva találják meg. Legközelebb egy hét múlva, egészen pontosan június 24-én szombaton délután 5 órakor jelentkezünk új műsorral. Addig is legyen nagyon szép a hétvégéjük, minden jót kívánunk, viszontlátásra!